Nem van 1900 Siri a 7-es vágányon. Jó, hát azt lefotózunk, akkor az nekem úgy is kell. Nekem meg egy régi kobotmesterben van meg. Hát nekem meg egyáltalán nincs meg. Most jó lesz majd. Szerintem álványról fogom csinálni, mert eléggé rossz képen van róla. Ez az idő sem valami kedvező. Ó, menjünk ide be, add legyen be a gépbe a filmet. Jó, 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 én akkor itt majd úgyis felállítom a vágányt. 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 Hogy nyílik ez. Menjünk vissza a baknál, és akkor úgy a hetesre. Jó, 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 menjünk akkor. Ha itt ezt kerüljük meg, csak úgy megyünk át a heteshez. Jó, 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 jó. Az ötös, hat, hét. Jó. Egyel a kettővel arrébb. Láttam benne egy eseveszét. Melyik az? A seves a 324-es. Az azt hiszem kell, mindjárt megnézem. Ahol. Hol is? Hát, az sajnos nem. Pedig le fogjuk tanulni. Aha. Ott van. Na, 1176. Az azt mondtam Fehérvári. Na, akkor ennek a végén van elmérkőben. Ezt is megnézem. Ez már megvan, úgyhogy ez akkor szerintem nem. Menjünk. 19-es az régen tirpánygépet, nem? Nem tudom, lehetséges. Az volt, nem tudom, akár még a nyugatiban van meg, de nagyon nem valami jó a kép. Eleje lemaradt, én nem tudtam fotózni, az eleje lemaradt. Jó lesz ez itt, mert itt tudjuk képzelni, én is nyitni az állványt, ez nem olyan fejben van. Na? Akkor. Szerintem ez itt jó is lesz akkor. Lássuk. Azért használok el, mert itt biztosra menjünk. Hátra kell mennem. Ezt össze kell készíteni. Nekem hosszadalmasabb lesz. Nem vagyok benne? Szója, benne vagyok. Na, akkor hagyd menjünk. Jó. De ez ott van most a Püstibe, vagy kiviszik onnan? Nem, ez Szolnokon van, ezt rendesen használják Szolnokon. Leviszik Szolnokra? Hát ez ott van, ezzel ott polatnak. Ez üzem, ott is be volt indítva a motor, hát ez teljesen üzemképes. Van ipari is ilyen az áron, de a Püstibe volt. Püstibe volt, de azt felvitték, aha, aha, szóval ezt használhatom. Ja, persze. Itt van, 65 forint. Nézd, ma Oszkárban ma emeltünk ára. Mert most már ő eddig 60 forintért adtuk, most már 65 forintért. Meg hát a 10-15-ös az 65. Sajnos muszáj volt ára emelni, mert az elévások is változnak. Néha itt is kell. Ez egy szíri. Jól nézem, Dombóvári, 10.59. Dombóvári, Szilici megyen irányítás. Jó, tudom. Igen. Még annyira nem vagyok benne a dolgunkban. Hát, ő meg egyáltalán. Az egy dolog. Dombóvári jó. Jó, a ez egy horvát mozdony tirisztorka. Ha jó sejtett oda megy. Kicsit előre én megyek, és akkor a két jelzőgutatások. Jó. Én ellepotózom? Aha.
11.42 a száma, meg a húva. Egy oldalt van az ajtaja. Egy oldalon csak egy oldalon. Nem tudom, mely itt tervezték. Nem mondta már. Na jó ez. Megnézzük közelebbről. Megnézem. Jó, egyetem ugyan fér bele. Még hátfél. Jó. Szóval, hogy állítva talán jobb lesz. Jó. Állítva jobb lesz. Ja. Igen, a kettes. Kiségületek is volt. Azt a mindenit. És ez is benn volt? Ja. Hát ó, azt a mindenit. Várjál, 341 balas a gyarmat. Ja. Akkor ez megvan, de akkor még nem volt összefirkálva. Azt a mindenit. Ez igen. Kár, hogy nem ül a fír. 3013. Ez elég szar képzett, de... Ben volt 21-0. Ja, meg ott hátul is van csak. 21-30. Hoppá, hoppá. Ezek már amerikai képek. Bézé nincsen. Azt mondta, van piros bézé. De, majd jön. Ja. Ja, majd jön. Remélem, ha nem hagytam otthon. Ja, tudom melyik, 132-es, a 29. Hoppá. Hoppá. Jaj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 
nézzük, 97-es, ez is megvan, ezért ha megvannak. Pécsiek. És volt egy pár belőttes rejtezve. Nem tudom, hogy ez a szirintszorok mennyire ment rá a bakra. Ez is 20 óra? Nem áll. Várjál csak. Ja, 28. És egy más nézek. Ez nagyon kell. Na, ezt is akkor elmegyünk és megírom. Na, ez nekem még 96-os műhelyen van be. Hogy érzem már 2000? Ahhoz képest már 2000-es. 2003. hóhét. Szóval. Jó. Na, már megért, hogy eljöttem idáig. Két műhelyen gyarabottam. És még van kettő. Még van kettő. Égtuskók. Ja. Még nem használtak. Pradi, vagy mit szertem kell nyáron. Na, itt van egy BHV-t, megnézem. Oké. Okay. És itt valósan melyik az a szám, amit te nézel? Először is a pályaszámot, igen. Aztán pedig ott lenne a revíziónak a dátumát. Mm. Az a főműhely dátumát, tehát hogy... Mm. Hát először is ugyebár itt a pályaszám, ugyebár 55-55 ez a MÁV kódja, ez a BHV, ez a 2007, ez a BHV kocsinak az a típus száma végül is, ez pedig maga a kocsinak a háromjegyű pályaszáma, ez pedig az azonosító száma a kocsinak. Akkor ugye már ezt én megnézem, hogy itt megvan-e, úgyhogy ha megvan, akkor tovább megyek, megnézem, itt van lenne a honállomása, illetve a honos kirendelt telephely, ez általában ugyanaz derem minden esetben, hát itt ugye már ez egy fehérvári kocsi, ez is megvan, utána ezek a kocsira vonatkozó adatok, hosszúságok, illetve különböző részeinek a Tehervírása, ilyesmi. És aztán én, amit még meg szoktam nézni, tehát a pályaszám és a állomáson kívül a revíziónak a dátuma, ugye a revízió az a főműhely, azt jelenti, tehát nagy javítás, az, hogy hol volt ez az SLS Szolnokot jelent, hát általában Szolnok vagy Dunakeszi szokott lenni a kocsikon, a BHV típusokon Szolnok, és ez pedig a dátum, hogy mikor volt 2011-14-e, ha nincs meg, már pedig ebben az esetben nincs meg, akkor felírom. Itt már honállomás nem írok, mert már megvan a kocsi, csak az, hogy hol volt műhelyben, illetve a műhely dátumot. Tudom, hogy mész tovább Vilós fotózni. Igen, én még megyek, mert egy pár kép még kell. Jó, de akkor már mész hazafelé, igaz? Jó. Na, jövő héten a bőrzét. Akkor jövő héten a bőrzét látunk. Okay. Szervusz! Hello! Hát ugye ez az UV típusú villamos, 3200-as pályaszámmal, ez a 3200-as, ez 3200-tól 3299-ig volt.
Na, és ilyenek közlekednek. Napjainkban 47-es, 19-es, 49-es, 62-es és a 69-es viszonylaton. És akkor itt jönnek sorban különböző viszonylatok. Na. Tudni kell erről a típusról, hogy sajnos ezeket már selejtezik, tehát nagyon kevés található meg belőle. Ez a ipari csuklós. A Ganz gyártotta őket. És itt vannak a hanoveriek. TV6000-es típus. Csak a BKV-nál televíziónak becézzük. És itt meg egyetlen egy darab van a BKV-nak a 3750-es fejszámú Hungaroplan típusú villamos, ennek a Bece neve Csufi. Kéne, vagy kéne, nagyon kéne az a kérdés. Mellett közben nem nagyon szeretek fotózni, mert ezzel a géppel nem igazán lehet jó gépeket csinálni, hogyha megy a busz vagy villamos, vagy akármi, inkább ezek az álló témákra megyek rá. Szerintem innen jó is lenne. Ez jó hely végül is ez a Mózsigmond körtér, mert itt megtaláltuk mind az UV típusú villamos, mind a Tátra, a cseh típusú villamos, illetve a magyar Ganz által gyártott ipari csuklós villamosok. Hát ez egy abszolút nyerő hely. Hát igen, BKV is ebben. Egy kis baleset is előfordul időnként. Ugye már és akkor lakozunk. Lezárt. Bemert a pokorba a villamos egy kicsit. Ilyenkor mondják, a villamos is aluszik.